Főtisztelendő érsekatya paptestvérek, kedves minisztránsok, kísérőik, kedves testvérek! Gyerekeket szokták kérdezgetni, mi szeretnél lenni? És hát a gyerekek mindig mondanak valamit, valami divatos szakmát vagy elfoglaltságot, hogy ő azt szeretne lenni. De ha én azt kérdezném tőletek, hogy ti szolgák vagy miniszterek akartok lenni, hogyha felnőtök? Hát kapásból azt mondanátok, hogy miniszterek, hát már csak nem leszünk szolgák. Pedig ha jól meggondoljuk, ez a szó, hogy miniszter, ez szolgát jelent. Mert annak idején, amikor megválasztották a kormányok az egyes vezető embereiket, azzal a szándékkal tették, hogy ők majd szolgálják a népet. És ezt a latin szót, a ministrans szót miniszterként használják. Hát persze az idők folyamán ez a szó eredeti jelentésében elfelejtődött, megmaradt belőle a nagy uraság, a nagy kocsi kíséret, és nyilván, hogy mindenki gyerekkorában inkább miniszter lenne, mint szolga. Ma itt a minisztrás találkozónak az a fő gondolata, hogy az oltárnál is otthon is szolgáljunk. Ki mutat erre nekünk jó példát? Maga az Úr Jézus. Már a proféták így jövendőltek róla, hogy ő lesz az Úr szolgája. Héberül így mondták, hogy Ebed Jahve, Jahve szolgája lesz. Később hozzátették még azt is, hogy Isten szenvedő szolgája lesz, mert megjövendölték azt is róla, hogy sokat fog szenvedni, amibe is következett a kereszt halálában, és így lesz ő Isten szeretetének a kinyilatkoztatója. És az Úr Jézus ezt a jövendölést teljesen megvalósította. Amikor nyilvános működése idején tanítani kezdett, akkor azt írják róla, hogy körüljárt, jót cselekedvén. És azt mondotta, hogy ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem ő szolgáljon, és életét adja sokakért. De aztán hozzáfűzte azt is, ahol én leszek, ott lesz az én szolgám is. Mert azt akarta, hogy akik őt követik, legyenek azok apostolok, hívek, azok is szolgáló emberek legyenek. És hát persze, ezt emlékezetessé akarta tenni. Mert hogyha ő elmondta volna ezt a tanítást, hogy szolgálni kell, hát akkor úgy leírták volna, aztán valakinek eszébe jutott volna, valakinek meg nem. De mit tett az utolsó vacsorán? Megmosta a tanítványok lábát. Akkoriban pedig csak a rabszolgák tették ezt az úri házaknál. Jöttek a vendégek, általában mezítláb vagy valami saruban, és a tisztaság, aztán a udvariasság kedvéért a vendégeknek megmosták a lábát. Ez nagyon nagy dolog, és valóban fölfrissítő is lehet. Én egyszer a Mária kegyhelyünkre, Pálos Szent Kútra jövő fiataloknak, akik 50 kilométer gyalogoltak, mindegyik el volt már tikkadva, azt mondottam, na most akkor mindenki vegye le a cipőjét, itt mossa meg a lábát, és egy kicsit pihenjen. Úgy is volt, egy fél óra múlva már ugrándoztak a gyerekek. Egy ilyen lábmosás is fölfrissíti az embereket. De az Úr Jézus ezt azért tette, hogy emlékezetünkbe vésse, hogy nekünk is őhozzá hasonlóan szolgálnunk kell. És hát, ha a papságra gondolunk, annak mi a neve? Szolgálati papság. Aztán vannak a diákónusok, akiket úgy lehetne megint csak lefordítani, ez egy görög szó, hogy szolgálattevők.
A szemináriumban, akik felszolgáltak, azok voltak a szervitorok, és akik az oltár körül vannak, azok a minisztránsok. Nekünk is szolgálnunk kell, az Úr Jézus tanított erre, és amikor itt vagytok az oltár körül, vagy otthon a faluban, akkor valójában nem is a papnak szolgáltok, hát a pap is ki tudná önteni az ampornákból, vagy a vizet a kézmosáshoz, hanem az Isten szolgálattá válik ez a cselekedetetek. És a minisztráns éppen ezt teszi. Csak hogy nem elegendő az oltár körül szolgálni, hanem otthon is kell. Mert akkor az úgy tűnne, hogy ott, amikor mindenki néz benneteket egy ünnepi misén, de ügyes ez a gyerek, de ügyes ez a lány, még dicsérgetnének is érte benneteket, hanem otthon is kell szolgálnatok. Mert titeket is nagyon sokan szolgálnak, a szüleitek is, és mások is. Hát mire gondolok? Ma reggel nem tudom, mit reggeliztetek. Tegyük fel, hogy vajas kenyeret, valaki vett hozzá talán valami fölvágottat, ivott teát. Hát gondoljátok végig, hogy hány ember kezén ment végig az az egyszerű reggeli. A teacserje, amíg elkészítették a vajat, aztán esetleg a szalámit, vagy lekvárt, bármi mást. Mennyien készítették, hogy eljusson a ti asztalotokra. Aztán esetleg reggel még fölkapcsoltátok a rádiót, bekapcsoltátok esetleg a valamelyik kütyüt, tévét, bármit. Ott is mennyi minden múltbéli szolgálat van abban a tedben. Hogy itt égnek a villanyok, nem annyiból áll, hogy fölkapcsoljuk. Ehhez erőművek kellenek. A villanyt ki kellett találni, meg sok minden mást. Tehát annyian szolgálnak bennünket, és hogyha mi valamit visszaadunk, az csak a kölcsönnek, az ajándéknak valamiféle meghálálása. Mert nekünk is szolgálnunk kell. Szoktál-e otthon segíteni? Fölteszem a kérdést. Ez nem a gyónási titoknak a kifecsegése. Csak azért mondom, hogyha én gyóntattam gyerekeket, aztán azt találtam mondani, hogy lusta volt, az biztos, hogy egyik penetenciaként azt kapta, hogy önkéntesen egy alkalommal segítsen otthon. Aztán volt úgy, hogy visszahallottam, hogy nem tudom, mi történt ezzel a gyerekkel. Megkérdezte, hogy mit segítsen. Mert ugye ebből kikövetkeztetem azt, hogy nem mindig szokott segíteni a gyerek otthon, hanem elvárja, már egész felnőtté válik. Így szokták mondani, hogy jó dolog a mama hotelben lenni, 30 éves ember, de még mindig otthon van, mert anyukája kimossa neki a ruháit, megkapja a reggelit, az ebédet, hát ő dolgozik azért valamit, de azért elvárja, hogy már felnőtté válva is őt szolgálják. Pedig nekünk is már gyerekkortól kezdődően szolgálni kellene. És nem csak egy alkalommal, amikor parancsba kapjuk, vagy felszólítanak bennünket, hanem erényé kellene válni. Mi az, hogy erény? Jó szokás. Mind ahogy, ha táborba mentek, este van, már olyan fáradtak vagytok, hogy összecsuklatok, de még akkor is fogad kell mosni. Mert a fogunk az nem nő ki többször utána, a másodjára már egyszer kinőtt. Jó szokássá kell tenni, de a jó cselekedetet is, hogy ne is kelljen rá gondolni arra, hogy én most jót teszek, hanem önkéntesen tegyem azt. Ilyen afrikai tanítóról olvastam, hogy az iskolát a nagyon egyszerű, primitív iskola volt, de őt elhívták valahová, és ott volt vele az a sok gyerek, akiket nem tudott senkiknek az őrzésére bízni. Hát mit csináljon? Hát kit válasszon ki? Kit bízzon meg, hogy a többire vigyázzon addig, amíg ő oda van? És azt eszelte ki, hogy kiment,
és az ajtó elé oda tett úgy egy téglát, hogy abban kicsit el lehetett volna bukni is. És mondta a gyerekeknek, hogy most először kimegyünk az udvarra, utána mondok valamit. És a gyerekek mentek, belerúgtak, meg mondtak ezt-azt, és az egyik gyerek automatikusan odament, fölvette, félretette a téglát, szépen kinyitotta az ajtót, és azt gondolta a tanító nagyon helyesen, ez a gyerek annélkül, hogy mondtam volna neki, hogy vegye el a téglát, nem csak magára, a többire is gondolt, őt fogom megbízni azzal, hogy a többire fölügyeljen, amíg én oda vagyok. Mert annak a gyereknek már vérébe volt az, hogy segít, hogy készséges. A mai napnak a szentje kis Szent Teréz, ugye, mert van egy nagy Szent Teréz, sőt, most már van egy Teréz anyánk is, ugye, de az a kis Szent Teréz, a lizői kis Szent Teréz mindösszesen a 24 évet élt, és amikor bement a zárdába, akkor belső nagy vágyai voltak. Milyen jó lenne, hogy nagy misszionárius lenne. Franciák abban az időben nagyon sok misszionáriust adtak a világnak. Vagy talán még vértanú is lehetne. Hát de egyik se adatott meg neki, mert be volt a zárdába, hogy így mondjam, zárva ott volt önkéntesen, betegeskedett is, és hát azt a gondolatot sugallta neki a Jóisten, hogy te nem lehetsz ilyen nagy hithirdető, mint Pál apostol, de igenis lehetsz a kis dolgoknak a megtevője mindenben, amire csak megvan a lehetőséged, készségesen mellé állsz. Így aztán ott volt a mosodába, ott volt a testvérei segítésénél, és így mondta ő azt, hogy ő a kis utat választotta. És ez mindenkinek adva van. Mert a fiataloknak az a vágya, hogy majd egyszer, figyeljétek meg, a fiatalok mindig ilyen nagy holnapban élnek, hogy majd ha kiártam az iskolát, majd ha leérettségiztem, majd ha szakmát szereztem, majd ha ez lesz, majd ha az lesz, ez lesz, majd akkor. És az igazi életforma az, hogy akkor kell jót tenni, amikor éppen adódik a lehetőség. Legyen a segítés, udvariasság, jó cselekedet, és ez egy nagy tanúságtétel. Mert nem biztos, hogy megkérdeznek benneteket arról, hogy el tudod-e mondani a 10 parancsolatot, a hiszek egyet, vagy a katekizmusnak valamelyik pontját. De arra főfigyelnek, hogy ez a gyerek készséges, jó indulatú, jó lelkű. És ezt nem felejtik el. És amíg az is kitudódik rólatok, hogy ti szoktatok otthon minisztrálni, akkor még lehet, hogy azt is hozzáteszik. Most már értem, mert ott is szolgál, hát itt is ugyanígy ilyen jó cselekedeteket gyakorol. Hát ti is, mikor minisztráltok, ott is van szolgálattevés, hiszen én, mint bérmáló püspök, sokfele járok, és látom, hogy van amelyik templomban a gyerekek a mise után a legnagyobb rendbe helyére teszik a miseruhákat. Valakik meg ledobálják, úgy néz ki, mintha kutya szájából vették volna ki. Ott hagyja, majd valaki a sekrestés, vagy valaki elrakja. Ott is rendet kell tartani. Úgyhogy egy minisztrás gyerek, már a felnő még azt is megtudja, hogy melyik könyvet kéne kitenni. Hogy kell az oltáron lenni az egyes dolgoknak. Vagy egy lánygyerek észrevesz, hogy kezd fonyadozni a virág, ugye? Azt is kicseréljük. Vagy a templom körül. Annyi ilyen szolgálat lehetőség van. Van egy latin közmondás, azt mondja, tartsd meg a rendet, a rend megtart téged. Serva ordinem, ordo servabite. Megtartani a rendet csak a szolgálat által lehet. Apró kis cselekedetekkel. És hát erre is törekednetek kell. Volt még a múlt század közepén egy nagy hírű teológus,
Marcell Mihálynak hívták, sokat írt az ifjúság lelki életéről, pszichológiájáról, pedagógiájáról, és ez a komoly ember elmondta azt, hogy ő minden reggel úgy ébredt föl, hogy rátekint a feszületre, és azt mondja, hogy szolgálatodra jelentkezem. Hogy az Úr Jézus szolgálatára jelentkezik minden reggel. Hát ezt nem is mondjátok így, de ti, akik minisztráltok, legalább vasárnap, de tudtok hétköznaponként is, akkor ezzel a gondolattal tegyétek, hogy szolgálatodra jelentkezem, Uram. És ez lehet az oltárszolgálat, és lehet otthon is. És lehet az iskolában is, és mindazok körében, akik közt vagytok. És soha nem lehet maradandóbb nyomot hagyni az emberek életében, mint egy jó cselekedettel. Lehet, hogy az illető már régen is felejti. Nekem volt egy igen kedves és nagyon tiszteletre méltó püspököm, aki pappá is szentelt, Endrei Mihálynak hívták. Sok nélkülözésben és sok megaláztatásban volt része, de ő ezt nagy lélekkel viselte. És ő róla mondta valaki, hogy amikor Innsbruckba tanult, az az atya, aki ezt elmesélte, ő is Innsbruckba kapott kiküldetést, de később küldte a püspöke, mint a többi tanulót, mert valahogy úgy alakult a sorsa. És hát elmegy, egy paraszt gyerek volt addig, ha jó, hát érettségizett, nagy bőröndel megy ott Innsbruck utcáin, látja, hogy jönnek a papnövendékek, sorba mennek az egyetemre, ő ott tétován nézelődik, egyszer csak valaki kilép a sorból, és megszólítja őt, hogy mi a gondja. És akkor mondta azt, hogy ő idejött ebbe az iskolába, de ő semmit nem tud. Mondta a társainak, Endrei Mihály püspök úr, menjetek, mondjátok meg a professzornak, hogy én elkísérem ezt az új növendéket a rektorhoz. És úgy is volt, mondta ennek a kezdő papnövendéknek, gyere velem, megyünk a rektorhoz. Én biztos vagyok benne, hogy a Endre Mihály püspök úr öregkorában már rég elfelejtette, hogy ő ezt csinálta. De az az illető, akivel jót tett, az még öregkorában is emlegette. Maradandó emléket hagy a szolgálatunk másokban. És ez a legnagyobb tanúságtétel. Mert a minisztrásnak tanúságot kenni szoktuk mondani, hát így kell, hogy mi szolgálatkészek vagyunk, hitünkből fakadóan. És hát életünk végén, ha elolvassuk a Máté evangéliumának a végítéletről szóló tanítását, ezt fogják számon kérni, hogy mit tettünk, kivel, milyen jót cselekedtünk. Sőt, az Úr Jézus egyik példázata így is fejeződik be, hogy jó van, te hűséges szolga, gyere be Urad örömébe. Tehát az üdvösségünk az nagyban azon függ, hogy hogyan tettük a jót, hogyan valósítottuk meg a szeretet cselekedeteit, hogyan szolgáltunk. Kedves minisztrások, ti, akik itt az egyházmegyéből mindenonnét összejöttetek, látjátok azt, hogy nem vagytok egyedül. Sokan mások vannak, akik ugyanazt szeretnék tenni az Úr Jézusnak és másoknak is szolgálni. Így is erősítsétek meg egymást, hogy mi összetartozunk, és a jóban összefogunk, mert ez nagyon fontos a mai világban. És ha így szolgáltok az oltárnál és otthon, akkor úgy gondolom, az Úr Jézus már most is megdicsér a lelkiismeretetekben benneteket, hogy jó van, hűséges
minisztrálsam, szolgám, tedd továbbra is ezt, és maradj meg álhatatosan a jóban. Amen.